Intifádára szólított fel a muzulmán testvériség Egyiptomban, miután a hadsereg megölte az iszlamista szervezet legalább 42 tagját. Az ideiglenes egyiptomi államfő közleményében sajnálatosnak nevezte az incidenst, de azt állította, hogy a tüntetők megpróbálták megostromolni az elnöki testőrség laktanyáját. Közben a hatalomátvétel jelképévé vált az a 17 éves fiú, akit feldühödött iszlamisták megvertek és ledobtak egy hatemeletes épület tetejéről. Tinédzsereken álltak bosszút a muzulmán testvériség hívei Mohamed Mursi elnök megbuktatásáért. Alexandriában az iszlamista lincselők egy hatemeletes ház tetejére kergettek három tinédzser fiút, akiket azzal gyanúsítottak, hogy köveket dobáltak az utcán tüntetőkre. Amikor a fiúknak már nem volt hova menekülniük, a dzsihadisták elkapták és lelögdösték őket a tetőről. Egy 17 éves fiatal szörnyet halt a zuhanásban. A brutális gyerekgyilkosság hatalmas felháborodást váltott ki Egyiptomban, és olyanokat is az új vezetés oldalára állított, akik korábban nem értettek egyet a Mursi ellenes tüntetésekkel. Ma jöttem ki először, mert láttam a lincselést, amit éppen ezen a helyen követtek el. Nem akarom, hogy a hatalom olyan iszlamisták kezében legyen, akik gyerekeket gyilkolnak, mondja ez az alexandriai tüntető. Ostrom állapot alakult ki Kairó egyes részein is, ahol Mursi elnök hívei vonultak a háztetőkre. Az utcára dobált kövek és más tárgyak több tucat embert megsebesítettek. A muzulmán testvériség tagjai azt állítják, hogy a hadsereg sortüzet nyitott a Mursi párti tüntetőkre, és legalább 42 hívüket megölték. A katonák szerint azonban az iszlamisták megtámadták a laktanyájukat. A civil lakosságot védelmeztük, amikor molotov koktélokkal és téglákkal ránk támadtak. Sokan megsérültek közülünk, mondja ez a katona. Az egyiptomi hadsereg attól tart, hogy a támadások egy terrorhullám kezdetét jelzik, mert a muzulmán testvériség intifádát hirdetett Mursi volt elnök visszatérését követelve.